A híres és mérvadó angol kommentátorról John Motsonról, Mottiról nevezte el a Britannia blog azt a nézős olvasó szavazásos kupát, ahol 16 kiemelkedő hazai foci kommentátort mértek össze pár harcokban kiemelésekkel. A mezőnyben a négy digisportos kolléga mind a nyolc közé jutott, közülük pedig legmesszebb a második helyig Baumstar Tibor. Ő most a vendégünk, szia Tibor. Jó, jó reggelt. Kívánok, gratulálunk ehhez. Mit szóltál -e ez a blogjátékhoz, hogy két hónapig tartott, és ugye ilyen páros rendesen ilyen a futbalkörülményekkel, kiemelésekkel, első kalapos voltál el egyébként eleve, kereste, hogy ki lehet a legjobb hazai futbalkomment. Tehát ha neked bejött ez a hóhérakasztás akasztás, mi műfaj? Hát visszacsúsztam a második kalapba még a kezdésre, épp ezért tudtam ezt szekerülni Haraszti Ádival. Nagyon tetszett maga a játék, persze, ahogy majd beszélünk is róla, ez egy játék volt, úgyhogy szerintem nagyon nagy hibát követnék el, hogyha azzal ámítanám magam, hogy én mondjuk jelenleg a két legjobb kommentátorban vagyok Magyarországon. Hány vagy most szerinted, hát, reálisan nézed magad? Nem tudom, annak nagyon örültem, hogy fölkerültem erre a 16-os táblára, és Kevésbé a, szerénye, ha kérhetném. És a, nem is annak is, hogy, hogy nyilván itt az első nyolc között számításba vettek, mint, mint második alapos, hogyha, hogyha így nézzük, de nem gondolom azt, hogy ne lenne olyan, olyan rész, amiben ne tudnék fejlődni, még akkor is, hogyha ez egy, ez egy nagyon jó visszajelzés, és, és hát miután pont ezért, hogy ez egy játék, nincsen igazán komoly tétje, először rendezték meg, talán még a sem akkora, ezért így tét nélkül tényleg talán olyan szavazatokat kaptam, amik, amik, valósak, vagy valósnak mondhatók. Arról nem is beszélve, hogy ez egy szakoldal, még hogyha egy blogról is beszélünk, tehát valószínűleg olyanok szavaztak, vagy olyanok nézték ezt a játékot, akik egyébként szoktak külföldi labdarúgó közvetítéseket nézni. Bizony, na most ugye is miután John Motson kupa volt a név is, hadd kérdezem meg, hogy neked van ilyen kedvenc külföldi kommentátorod, vagy ilyen példaadó szaktársa a nagy foci kultúrákból? Hát de John Motson neve szerintem mindenkinek nagyon sokat mond, aki, aki, ebben a szakmában dolgozik. Ő írt egy könyvet is, amit, amit szerintem érdemes elolvasni még azoknak is, akik egyébként maga a kommentátor szakma iránt nem különösebben érdeklődnek. Hát őt ugye szerintem a legtöbben ismerik a számítógépes játékból is, amiben, amiben John Motson nevével vagy, vagy hangjával lehetett hallani a közvetítéseket eleinte. Én azt gondolom, hogy rajta kívül még a másik nemzetközi leg, legnagyobb és legjegyzettebb név az Bélaréti a magyar származású német kommentátorja, ő abszolút mértékadó. Én úgy gondolom, egyébként rendszeresen hallgatjuk itt a kollégákkal az angol Sky, illetve BT közvetítéseit, lehetne onnan is neveket kiemelni, de egy bizonyos szint felett már abszolút szubjektív az, hogy milyen stílus, illetve egyeniség <kül> az, ami, az, ami valakinek tetszik. Ezek között azért szakmai, nagyon komoly szakmai különbséget szerintem nem lehet felfedezni, de én úgy gondolom, hogy ugye itt említetted a, a saját kollégákat is, Egri Viktor Monoki Lehel és Haraszti Ádám volt érdekelt ebben a versenyben, de lehetne szerintem tovább bővíteni ezt a sort, akár az itteniekkel is, őket is nagyon jó hallgatni. Szerinted mitől igazán jó egy futballkommentátor? Hát ha, ha egy dolgot kell kiemelnem, akkor ö, szerintem nem foglak meglepni, mert erről egyszer már beszélgettünk korábban, akkor a szókincs, és, a, és azon belül is talán a, a kifejező készség az, ami, ami lényeges. Tehát a szókincs nyilván, ha az ember nem tudja megfelelően kifejezni magát, akkor akkor nem sokat ér. Ö, de mindig azt szoktam mondani, hogy a mikrofon meg az élőadás az, az levon, vagy lehúz körülbelül 40%-ot egyébként is az embernek a a szókincséből. És a százból azért ez nagyon rossz, És ez további, további emelkedést jelenthet, ha mondjuk az ember fáradtan ül be, vagy, vagy valami miatt egy kicsit dekoncentráltan. Ez egyébként szerintem a kommentátoroknak a, a legnagyobb ellensége. Hát ezen belül persze még nagyon sok olyan dolog van, ami ami döntő lehet, így ugye az orgánum, vagy... Azt gondolom, hogy az orgánum az nagyon fontos. Nyilvánvalóan fontos lehet a naprakész tudás is sokan azt szeretik, vagy a gyorsaság, vagy a humor. Én szerintem a, a nagyon fontos, talán még nagyon a legfontosabb, hogy a, a, egy kicsit az, hogy az összefüggéseket észrevegye a kommentátor, rámutasson, finoman terelje a, a, a nézőt, hogy milyen minták, mintázatok alakulnak ki a játékban, vagy akár a taktikára vonatkozóan. A humor te mennyire fontosnak? Hát ugye itt ebben a, ebben a játékban az egyik jellemzésben megkaptam. Azt mondták, hogy, hogy nem, nem, nem stand-up comedy is vagy, igen, de nem is az a dolgod. E, igen, én valószínűleg azokhoz képest, akiket, akiket, ebben a szakmában humorosnak tartanak, ugye Egri Viktort, meg Hajdú is, szokták szóval emlegetni, bennem valószínűleg kevés az a cinizmus, ami, ami szükséges ahhoz, hogy, hogy ez, ezek jól üljenek, ezek a poénok. Soha nem éreztem úgy, hogy ezt a, ezt a vonalat nekem erőltetnem kellene. Ezzel együtt, hogyha eszembe jut valami, nyilvánvalóan az évek során azért valamivel felszabadultabb lettem, mint amikor hat éve először ültem be egy digisportos közvetítésre. <kül> Most már megengedem magamnak olykor azt, hogy, hogy ezeket a poénokat, vagy ezeket a viccesnek szánt kis mondatokat elsüssem, még akkor is, hogyha ezek, ezek nem feltétlenül ülnek. Egyébként fontos a humor, tehát én, én, azt gondolom, hogy úgy is lehet humorosan vagy, vagy, szórakoztatóan közvetíteni, hogy, hogy nem mond poénokat az ember, csak a, a megfelelő pillanatban, a megfelelő szavakkal mondja el, akár, akár valami fajta érzelemmel felturbózva azt, amit szeretne. Most én nyilván az is nagyon fontos, hogy hogy találja jól egy kommentátor az arányokat, amikor hallgatni kell, hogy ne pofázza túl a dolgokat, hogy így mondjam, a, a néző szempontjából. Nem tudom, te egyetértesz azzal? Van ilyen párhuzam, hogy a jó kommentátor... Hasonlítható játékvezető, ez bíróhoz, hogy vége a mérkőzésnek, és akkor kérdezett meg igazán a többieket, hogy ki is volt a kommentátor, mert olyan nagyon egységes, egybe volt a történet. Tehát, hogy nem rá kellett figyelni, hanem tudtam a játékra, és utána esik le, hogy ez nagyon jó volt, amit csinál. Hát ez, ez már szubjektív, hogy ki mennyire igényli azt, hogy, hogy fogják a kezét a közvetítés közben, és akkor mindent elmagyarázzanak neki. A csenddel kapcsolatban nekem az a véleményem, meg a meglátásom, még hogyha nem is vagyok a legtöbbet hallgató kommentátora a szakmában, hogy nagyon-nagyon szükséges leginkább azért, hogy a megfelelő kontrasztokat az ember, ember bele tudja tenni a közvetítésbe, és hogy meg legyen a jó ritmus. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor, amikor az ember hallgat, akkor beengedi a, a néző otthonába egy kicsit a stadion atmoszféráját, sokkal inkább, mint, mint amikor... az beszél. ablakot és jön be a zaj. Így van, Én. így van és amire, amik szerintem fontosak és, és ezt nem feltétlenül tartja mindenki így a szakmában, azért is mondom, hogy ez szubjektív, egy-egy drámai pillanat előtt 11-es elvégzése, szabadrugás elvégzése, akár egy kezdőrugás egy komoly meccsen nagyon-nagyon fontos és, és, és bizony, igényelt a csend, úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy ezeknél ö, akkor lehet mondjuk mondjuk nagyot robbantani, hogyha, hogyha előtte az ember hallgat, ezt is szerintem rutinnal meg, meg hát persze felkészüléssel ö, lehet fejleszteni, egy kezdő kommentátornál szerintem ez ez az állandó problémát jelent, mert mindig többet akar, meg mindig, mindig ö, sokkal több mindent akar elmondani, mint amennyi egyébként szükséges lenne, de hát ö, ez Mennyit, is van, mennyit kell lesz érni? Ahhoz, hogy, hogy az ember hallgatni megy? Nyilván nyilvánvalóan évek kérdése sok tekintetben. Ahhoz, hogy ne érezze ezt kínosnak, ahhoz igen, hát ez olyan, mint egy, mint egy kapcsolatban, tehát amikor már, amikor már tudtok hallgatni a feleségeddel, vagy a, vagy a barátoddal, a barátnőddel egymás mellett, az már egy, egy magasabb szintje a, a kapcsolatnak. Itt is valahogy, valahogy hasonlóan van, hogy ha már nem érzi az ember feltétlenül fontosnak, hogy hogy ezt most elmondja, mert érzi, hogy a képek magukért beszélnek, akkor az, azt talán már egy magasabb szint. Van olyan, hogy legjobb meccsed? Tehát amikor esetleg elkapott akár az a flow élmény is, amikor annyira érzed, hogy együtt vagy ezzel a mérkőzéssel, amikor nem kell külön figyelned magadra, összeolvadsz, és magad is mondhatni tökéletesnek látod az élményt, mert nem feltétlenül kommentátorként vettél benne részt. Ezekkel az a probléma, hogy volt ilyen sok egyébként, tehát hogy szinte, szinte havi szinten van olyan meccs, ami, amire a mai napig is emlékszem magára az élményre, de ezeket visszahallgatva rájövök, hogy ezek nem olyan jó közvetítések, Aha. mert pont azért, mert egy kicsit elragadott magával az élmény, elkövetek olyan hibákat, amiket közben nem realizálok, és, és hát ezekből persze sokat lehet tanulni, de például azt megtanultam, hogy volt, volt so évekkel ezelőtt egy nápoli Manchester City meccs, amit, amit ma is ilyen példaként tudok említeni, egy fantasztikus mérkőzést játszott egymással a két csapat a, a Bajnokok Ligájában, de ez tipikusan az a meccs, ahol magára az élményre emlékeztem arra, hogy közben mennyi hülyeséget beszéltem, arra kevésbé. Ja, világos, tehát a jó, a jó kommentátor semmiképpen sem jó néző, azt e, ilyen szempontból meg kell alapítanunk. Ma Tatem Fiorentina a lecke, igaz? Európa ligában számodra. Mennyit készülsz egy meccsre? ez most egy speciális eset, mert hogy ennek az odavágóját, az első meccsét is én közvetítettem, ráadásul két olyan csapatról van szó, amelyikkel rendszeresen találkozom. A és a Premier League-ben Hát a Fiorentinának az utolsó öt meccséből négyet én közvetítettem, tehát ez, ez, azért jelentős könnyebbséget jelenti, ilyenkor mindig csak frissíteni kell a, a csapattal kapcsolatos tudást. <laughs> Egyébként is a felkészülés legfontosabb elemének azt érzem, hogy az ember képben legyen, tehát ezt én úgy gondolom, hogy nem lehet megszerezni ugyanazt a tudást, hogyha az ember elolvas minden cikket az adott csapatról. Hát, folyamatosan kell olvasni. Nem folyamatosan, pedig kell a olvasni mert folyamatosan kell olvasni, folyamatosan látni kell. Igen. Tehát, hogy, látni kell, hogy hogyan játszanak. Nagyon lényeges az, hogy nem mások impulzusaiból töltekezzél, és abból, abból tud meg, hogy akkor a Fiorentina milyen futballt játszik, hanem legyen egy, egy saját képed, és hát akkor itt jön be az, amit az előbb említettél, hogy ha az ember valamilyen szinten látja, vagy látni véli az összefüggéseket, akkor azok legyenek saját élményből táplálkozóak. Itt mind a kettő esetben a Tetenemnek a hétvégi FFK-kupa meccs alatt éppen dolgoztam, de visszanéztem természetesen erre a meccsre készülve. Na, és hát az a lényeg, meg nem állt könyveket se olvasni néha, amik nem feltétlenül a fociról szólnak. Ja, hát Ugyan igen, ez, a, ugye ez pont a szókincs fejlesztés szempontjából egy nagyon lényeges dolog. Én, én annak idején Vitrai Tamástól, aki rengeteget segített, a a stílusom, illetve a kommentátori mi voltom pallérozásában volt az, aki felhívta a figyelmemet arra, amit egyébként is tudtam, csak csak ezt ő ezt volt az első, aki kimondta, hogy kizárólag szép irodalommal lehet úgy szókincset fejleszteni, hogy az valóban be is épüljön és a már említett kifejező készségben jelentkezzen és hát azóta határoztam el, ez mondjuk egy, egy 5-6 éve volt, hogy, hogy, ha nem is minden második, de mondjuk legalább minden harmadik olvasmány, amit nagyon szeretek olvasni, már csak amiatt is, hogy ingázó vagyok és, és állandóan úton vagyok, legalább minden harmadik olvasás élményem valamilyen komolyabb szakirodalom legyen. Most a, éppen Móra Ferencnek bocsátottam meg a kincskereső kisködment még gyerekkori olvasmányként, mert hogy, hogy, most a sokadik könyvét olvasom és, és nagyon, nagyon komoly élményt nyújt figyeljük a ízes fordulatokat és adott esetben népies kifejezéseket is majd a közvetítéseidbe. Hát jó munkát a továbbiakban is, és akkor még egyszer gratulálok ez az eredményhez. Köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm szépen.